Színpompás eladókkal és vásárlókkal teli volt szerda reggel a nyíregyházi búzatéri piac. Az egyik alapélelmiszernek számító burgonyát most is sokan keresték. Az az igazság, hogy már az zöldkrumplinak lejárt az ideje, és ez korai Kleopátra fajta. Ebből már most lehet készíteni tulajdonképpen lapcsánkát és tapacskát, mindent, ami a krumpliból készíthető. És termeljük, mert hogy tudjuk, hogy az unokáink mit esznek, egészségeset, és a papával ketten csináljuk. Nem vagyunk 20 évesek, de hát azért még hozzá vagyunk szokva ehhez, hogy termeljünk a családnak. Meg még egy kis plusz van, akkor az jut a piacra is belőle. A piacon sok a kistermelő, őstermelő, de sok a viszonteladó is. Áraik között legtöbbször nagy a különbség. Van olyan néni bácsi, aki a cseresznye kilóját 700 forintért adja, a viszonteladók pedig akár 1500 forintért is kínálhatják ezt a gyümölcsöt. Most a málnának és a ribizlinek is szezonja van, de sokan vásárolnak medgyet is. Minden drága nekünk nyugdíjasoknak. Medgyet vettem, szeretnék lekvárt főzni belőle. Egyre több standnál, asztalnál lehet barackot venni. Őszi barackot szeretnénk venni, gyümölcsöket, ezt szeressük ilyenkor, mikor bejön már a szezon a magyar termékeket. Hát egy kicsikét húzós az ára, a magyarnak még ugye kevés van. A legtöbb barack még kicsi, a gyümölcsára pedig a mérettől és a minőségtől is függ. Őszi barack féle, ebben már van az olcsó kategóriától a drágábbik, kajszi barack például. Az őszi barack az értelmi olcsóságra 300-tól egész a 750-es kategóriát nagyságba felosztva. Egyre több a hazai termék a piacon, a vásárlók leginkább ezeket a zöldségeket, gyümölcsöket keresik. Most már mindegyik termék magyar, kivéve a citrom. Árba szerintem már elfogadható, mert egyre többen csinálnak lecsót. Paradicsom, paprika elfogadható árba van. Van egy kicsit magasabb ár, ami nem lecsó minőségű, de viszont arra is igényt tart a vevő. A paradicsom, paprika nagy átlagban milyen áron van kilóban? 4,50-es a lecsó paprika, jó kis vastag húsos, és 5,50-ér van paradicsom. Palánták és leves zöldségek is sorakoznak az eladók asztalain, és egyre több helyen lehet venni csemege kukoricát is. Ezek még a déli országrészből valók, egyelőre körülbelül 180 forint egy cső kukorica.